Személyi sérülés nélküli közlekedési baleset történt 2023. december 15-én este Körmenden a Bajcsi-Zsilinszky utcában, a régi Rába hídon. A Hegyaljai utcából tartott a belváros irányába egy Renault személygépkocsi. A 60 év körüli, helyismerettel rendelkező sofőr eddig tisztázatlan okból nem követte a hosszú évek óta létező sávszűkítést, hanem egyenesen felhajtott a járdára, majd hídelemeknek ütközött, amiket kiszakított a helyükből és eltolt. Ezek közül néhány rácsúszott a híd mellett futó gázvezetékre, aminek a burkolata megrongálódott, a tartóbilincsek közül több elpattant. A Renault hátsó kereke kiszakadt és elgurult a járdán szikrázva sodródó autó mellett. Szerencsére a gépkocsi nem ütött el gyalogost. A sofőrrel szemben felmerült az ittasság gyanúja. Őt a rendőrök vérvételre előállították. A férfi nem sérült meg a balesetben. A segítségére sietők elmondása alapján a sofőr több érdekes állítást is tett. Ezeket nem közöljük, csak azt, hogy elvileg el akarta engedni a szemből érkezőt. Ezt a jelzőtábla alapján is meg kellett volna tennie, de nem a járdára ugratva és a hidat amortizálva. A műszaki mentés és a gázvezeték állapotának felmérése idejére a hidat lezárták a forgalom elől. Kerülni nagykerülővel a 8-as és 86-os főutak felé lehetett. A helyszínre érkezett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és az MVM hiba elhárító ügyelete is, akik a hidelemek leemelésénél végigfigyeltek arra, hogy a gázvezeték ne károsodjon. A nehéz elemeket egy munkagép emelte le, ami a körmendi városgondnok kérésére érkezett a helyszínre. A munkálatokat körmendi tűzoltók segítették. Figyelj ide, most itt csúszkodni, bongkodni.